Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és ezúttal Magyarics Tamás egyetemi tanár a vendégünk, akivel pedig arról fogunk beszélgetni, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, arról fogunk beszélgetni, hogy miért hidegültek el ennyire a magyar-amerikai kapcsolatok. Most 2023 áprilisában hogyan tudná jellemezni ezt? Hát annak idején volt ez a klasszikus vicc, amikor a szovjet megkérdezték, hogy milyen a gazdasági helyzet a szovjetunion, és azt mondta, hogy jó. És amikor megkezdték, hogy hát egy kicsit bővebben, azt mondta, hogy nem jó. Tehát valóban a magyar-amerikai kapcsolatoknak legalábbis egy bizonyos szegmense nem jó. Hozzá kell tenni azt, hogy azért vannak jó szegmensei is a magyar-amerikai kapcsolatoknak. Azt hiszem, hogy a védelmi katonai együttműködés azért jó. Magyarország 2019-ben aláírta ezt a védelmi együttműködési megállapodást. Az amerikaiak mindent, ami nélkül hozzáférhetnek két repülőtérhez, két bázishoz. Magyarország tagja a NATO előrejelző rendszerének, a magyar GDP arányos NATO hozzájárulás az a kettő fölé fog menni. A magyar részvétel az afganisztáni és az iraki mondjuk háború utáni úgynevezett béke fenntartó missziókba erőn túl volt. Magyarország azért annak idén kiárt az iraki beavatkozás mellett, ugye emlékszünk a 8-ak levelére, a Vilniuszi 10-ek és 37 ország, amelyik kiárt Amerika mellett. Tehát ezért ezek a kapcsolatok azt hiszem, hogy azért jók. Ezek általában nincsenek a szem előtt, mert tehát ezeknek a természetébe adódóan a legtöbb információ nem nyilvános. Ezt én értem, de arra gondolok, hogy még mondjuk ezelőtt 10-12 évvel, amikor egy Tom Lantos intézetet avattak Budapesten, vagy egy Reagan szobrot avattak, akkor az akkori hivatalban lévő külügyminiszter jött el Magyarországra. Azóta viszont ez a politikai kapcsolatrendszer kihűlni látszik, vagy nagyon elhidegült? Igen, a politikai kapcsolatrendszer, ez el lett volna a következő téma. Hogy egy abszolút aktuális dolgot mondjak még közvetőleg, Szijjártó Péter külügyminiszter talán az M-Csemben mondott tegnap beszédet, ahol a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokról beszélt, azok is eléggé stabilak. Egyesült Államok másik legnagyobb befektető, 109 ezer embernek ad munkát, ezért 100 vállalat, tehát azért ez is nagyjából rendben van. Kulturálisan is azért rendben a helyzet, olyan szempontból meg tudom ezt erősíteni, hogy az egyik idézőjebben mellékállásom a Furbát kuratőm elnöke vagyok, és a magyar állam utóbbi 3 évben 50-50 millió forint emelte a hozzájárulást, tehát most már 50-50%-a a Furbát program, ami nagyon fontos a kultás csereprogramnál. Tehát azt hiszem, hogy ezek a kapcsolatok jól mennek. Na most valóban a politikai kapcsolatok, és itt én azt mondom, hogy a politikai kapcsolatoknak az elhidegülése nagyon nagy mértékben véleményem szerint összefügg a két ország belpolitikájával. Tehát mind a két országban a politikai mondjuk polarizáció megerősödött az utóbbi 10-12 évben. Tehát korábban a republikáns és demokrata kormányzatok jobban együtt tudtak működni, magyar független attól, hogy most milyen kormányzat volt. Viszont utóbbi 10-12 évben ez már nem így történik. Egy példát mondok mind a kettőre. Az utolsó Bush, ifjabb Bushnak a kinevezettje nagykövetként itt April Foley volt, aki konzervatív beállítottságú volt, de a 2000-es évek végén, és amikor távozott, általában az a szokás, hogy a nagykövet valamilyen fajta magyar állami kitüntetést kap, ő nem kapott semmit az akkori szocialista kormányzattól, később kapott a Fidesz kormányzattól. Ennek a pandanya viszont, tehát nyilvánvalóan mondjuk André Goodfriend, vagy Ellen Zakopoulos Kunalakis, vagy Colin Bellem kapott ilyen kitüntetéseket a Fidesz kormányzattól, ami
Azt jelenti, hogy korábban azért ezek bizonyos fajta udvariassági gesztusokat mindenki betartott, most már kevésbé tartanak be ilyen udvariassági gesztusokat, és bizonyos mértékben transponálják a belpolitikai küzdelmeket a külpolitikára, és ebben az esetben mondjuk a magyar-amerikai politikai rendszerre. Mit gondol, hogy a magyar kormányzat, illetve Orbán Viktor kapcsolata a republikánusokhoz mennyiben lesz meghatározó a közeljövőben is? Gondolok itt arra, hogy Trump elnököt, akit a magyar kormányfő már a 16-os választásokat megelőzően is támogatott, éppen most egy elég komolynak tűnő bírósági eljárás elé néz. Ez hogyan befolyásolhatja a Trump jövőjét, a kapcsolatrendszert, erre gondolok én. Vagy pedig változatlan lesz a republikánusokhoz fűződő kapcsolatrendszer, akkor is, hogyha egy másik elnökjelöltet találnak Trump helyett. Trumpnak a jövőjével kapcsolatban nagyon sok forgatókönyv van, nyilvánvalóan most ezt végigvenni egy kicsit hosszú lenne. Az biztos, hogy a legalábbis ilyen pillanatban a szakértők többsége úgy gondolja, hogy rövid távon profitálhat belőle, tehát megerősödhet a republikánus párton belül, és az előválasztásokon adott esetben, hogy állnak mögé. Hosszú távon ez nem biztos, hogy előnyére válik. Hozzá kell tenni különben azt, hogy az amerikai alkotmány nem zárja ki azt, hogy akár egy börtönből valaki kampányoljon, és akár megválasszák elnöknek. Tehát Trumpra nem ez a jelenlegi bírósági állás a legveszélyesebb, mert hogyha elíték, még akkor is ő politikai hivatalt viselhet. A legveszélyesebb számára az lenne, hogyha az igazságügyi minisztérium eljárást indítja ellene a január 6-ai eseményekkel kapcsolatban, ugyanis a 14. alkotmány kiegészítés egyik pontja arról szól, hogy aki felkérésre buzdításra vett részt, az kizárta a politikájából, tehát hogyha ott elítélnék, akkor nem indulhatna elnöknek. Na most a másik kérdés az, hogy a magyar kormánynak a viszonya, illetve Orbán Viktornak a viszonya Donald Trumppal nyilvánvalóan jó a viszony, viszont hozzá kell tenni azt, hogy azért úgy tűnik, hogy a magyar kormány nem, hogy most egy kicsit stiszeljek, nem rakott minden tojást egy kosárba, hiszen a köztársasági elnök Novák Katalin legutóbbi amerikai látogatásán Ron DeSantist kereste föl, viszont nem találkozott Donald Trumppal. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a magyar politikai vezetés figyel arra is, hogy nem csak Donald Trumppal, hanem másokkal is megfelelő viszont alakítson ki a republikánus párton belül. Hozzá kell tenni azt, hogy mindenkivel nem lehet jó viszont kialakítani. Tehát a republikánus párt nagyon megosztott, és egyértelmű, hogy mondjuk azok, akik abszolút a régi vágású republikánusok, és sokkal közelebb állnak ilyen pillanatban már sok kérdésben a demokratákhoz, mint a republikánusokhoz, azokkal a kapcsolat az nem nagyon javítható. Viszont javítható többek között mondjuk a DeSantis féle ággal. A DeSantis féle politika nagyon hasonlít különben a Trumpi politikához, de visszafogottabb, és hogyha a floridai törvényhozásnak a működését nézzük, akkor nagyon sok kérdésben átfedések vannak a magyar országgyűlés által elfogadott törvények és a floridai törvények között, illetve nem csak a törvények, hanem az ideológia között. De hogyan lett Orbán Viktor sztár az amerikai jobb oldalon, hiszen ugye DeSantis is egy sor idézetet hozott Orbán Viktorról, kiemelt gondolatokat hozott tőle. Hozzáteszem, miközben a demokraták ugye azzal fenyegetőztek a korábbi választáson, hogy amennyiben DeSantis pozícióba kerül, akkor ugyanolyan hely lesz ez, mint Magyarország, hiszen Orbán a példaképe. A másik ugye Tucker Carlson Magyarországról készült dokumentumfélje, a CPAC-en beszélt Orbán Viktor. Tehát mitől lett ilyen sztár az amerikai jobb oldalon?
Feltetlen azért, mert Orbán Viktor olyan kérdéseket tesz föl, amelyek Amerikában, de legalábbis nagyon sok helyen nem divatosak, úgymond. Tehát ő nemzeti érdek elsőbségéről beszél, határvédelemnek a fontosságáról beszél, a hagyományos zsidó-keresztény görög-római hagyományokról beszél, hagyományos értékekről beszél, mint a család, és így tovább. Tehát ezek a kérdések Amerikában egy bizonyos szegmensben nem divatosak. Tehát a főállami média ezt nem nagyon szokta fölkarolni. Nyilván van a demokratáknak a többsége, és a demokrata szavazók többsége ezeket a kérdéseket máshogy látja. Tehát ideológiailag egy olyan választóvonal van, és ahogy mondtam korábban, egy polarizáció van Amerikában, hogy nagyon sokan azért idézőjelben szeretik Orbán Viktort, mert ő olyan dolgokat mond ki, amelyek esetleg Amerikában a főáramú médiában nem lennének nagyon népszerűek, viszont nagyon sokan úgy gondolkoznak, ahogy ő. Hogyha megnézzük például a választási térképet Amerikában, nagyon érdekes volt mondjuk most a 2022-es kongresszusi választásnál, vagy akár a 2015-ös elnökválasztásnál. A keleti part kék, a nyugati part kék, és közötte minden vörös gyakorlatilag, kivéve egy-két nagyvárost. Tehát magyarul az amerikai választóknak a döntő többsége földrajzilag, de akár hogyha a népességnek a számát nézzük, még mindig jobb-közép konzervatív beállítottságú. Az más kérdés, hogy politikailag ez mennyire egyenlőtődik ki az amerikai választásnak az egyediségével, tehát hogy a győztes mindent visszaelve alapján a nagyvárosok előnyben vannak a kisebb településekkel szemben, és így tovább, de végül is az Egyesült Államok jobbra áll, a többség jobbra áll attól az ideológiától, amit általában mi a New York Times-on keresztül, vagy a Washington Post-on keresztül, vagy a CNN-en, vagy a CNBC-n keresztül látunk. Ez volt az úgynevezett csendes többség, amiről Nixon beszélt annak idején, és most mindig csendesebbek, mint az a aránylag kisebbség, de hát ők is elég sokan vannak, akik hát ilyen pillanatban az alaphangot megadják nagyon sok vitában és nagyon sok kérdésben. Értem, de térjünk vissza mégis a magyar-amerikai kapcsolatokhoz. Ön hogyan magyarázná el, hogy mikor és miért romlott meg a magyar kormány és a demokraták közötti viszony? Hát a magyar kormány, vagy hát úgy fogalmazik, hogy a Fidesz és az amerikaiak közötti történet, most Ádámig Évák nem akarok visszaelni, mert egyik se létezett annak idején még, de 89-ig visszamehetünk, június 16-a, az ominózus Orbán beszéd, amit néhány amerikai kormányzati tényező nem fogadott nagyon jól. Azt hiszem, hogy nem titok, eléggé sok tanulmány jelent meg, hogy az amerikaiaknak voltak olyan elképzelései, hogy hát egy második Jalta-szerűt kell megbeszélni az oroszokkal. Ugye ezek az ominózus békerféle megbeszélések, ígéretek, hogy a NATO nem megy közelebb Oroszországhoz, és így tovább. És Orbán Viktornak ez a beszéde, ez nem teljesen illet sok szempontból az amerikai gondolkozásmódba. Aztán történt a nyugat-balkáni háború, amikor állítólagosan Clinton ugye azt szerette volna, hogyha Magyarország aktívan vesz részt a hadműveletekben, csak a Tasszár révén a logisztikai központ. Aztán szeptember 11-e,
illetve szeptember 10-én volt az ominózus döntés, hogy F-16-osokat, Gripeneket leasingel Magyarország. Nem arról a 14 gépről volt szó, hanem végig az amerikaiak abban itt be voltak, hogy F-16 és ennek megfelelően kiszolgáló személyzet, fegyverrendszer, minden egyéb. Ott bizonyos törés volt, aztán 11-én Csurka István kiállta, és azt mondta az amerikaiaknak, az amerikaiak magukat okolhatják részbe ezért, és az amerikaiak azt mondták, hogy ezt Orbán Viktor, mint miniszter kitélj el. Orbán akkor bizonyos politikai okokból, főleg azt hiszem, hogy az volt az akkori Fidesznek az álláspontja, amit főleg a CDU-CSU-tól vett át, hogy tőlük jobbra ne legyen politikai erő. Nem akarta elidegeníteni a 2002-es választások előtt a Csurka a féle igazság és életpárt képviselőket. Martin János volt az, aki ezt elítélte, de hát az amerikáknak kevés volt. Aztán Nancy Goodman Brinker ideérkezett, és egy eléggé ellentmondásos beszédet mondott a Harvard klubba, amikor arról beszélt, hogy a magyar politikai életvezetésnek a legfelsőbb szintjén is antiszemitizmus van, de hát ezt nem támasztotta alá semmivel, nem is találkozott különben Orbán Viktorral. Aztán 2002-es választásoknál Nancy Goodman Brinker, még kétfordulósak voltak a választások, eléggé látványosan a szocialista párt főadiszállása elment az első forduló után, és aztán utána hát kezdődött ugye ez a lefele tartó spirál. A különböző üzengetésekkel, ami szerintem nem volt hasznos, mert hogyha valaki mondjuk magas cén kezdi, akkor főleg egy másik ország hasonlóképpen szokott reagálni. Én úgy gondolom, hogy a kérdéseket sokkal jobban és alaposabban és hatékonyabban meg lehetett volna vitatni, mondjuk zárt ajtók mögött, és hát nyilvánvaló, hogy hát azok a hivatalos, nem hivatalos megjegyzések, vagy akár nagykövetői, ügyvivői hát megnyilvánulások, azok nem használtak annak idején. Ezek most se használnak, gondolom én, a Pressman féle beszólások. Ezeket hogy kell elkönyvelni? Nem csak a... Nem, ez beavatkozás? Igen, nem Pressmanről van szó elsőbben, hanem hát korábban volt Andy Goodfriendnek tevékenysége, aztán Colin Bellnek a Corvinus Egyetemen volt egy ilyen hosszú beszéd, ahol egy elég hosszú listát adott át időzőjelben a magyar kormánynak, hogy mit kell változtatni, vagy David Pressman. Most ezek a kérdések szerintem, és most hát nem hiszem, hogy titkot árulok el, a külügyminisztériumban is voltam az Észak-Amerikai Főosztály vezetője egy időben, és úgy gondolom, hogy akkor, amikor megbeszélések voltak az amerikai illetékesekkel, ügyvivővel, azok sokkal hasznosabbak voltak, amikor nem a sajtó előtt nem a sajtó előtt, igen, mert ha sajtó előtt történik valami, akkor nyilván van arra sajtó előtt kell reagálni, és hát verebet nagyobbal nem nagyon lehet fogni. Eleve ezek a megnyilvánulások, ezek azért azt jelzik, hogy egyrészt elromlott eléggé a viszony, mindenki eléggé érzékeny, esetleg túl érzékeny. De másodszor pedig hát azért vannak olyan megnyilvánulások, amelyek nem biztos, hogy a hagyományos diplomáciai keretek közé férnének, hogyha most nagyon szigorúan vesszük ezeket a dolgokat, de hát mindenkinek szíve joga úgy viselkedni, ahogy akar. Az, hogy erre milyen válasz születik, hogy ezt elengedi valaki a füle mellett, nem engedi el, milyen hangnemben válaszol, milyen szinten válaszol, az egy másik kérdés. Én sajnos úgy gondolom, hogy ez a lefelé tartó spirál ez egy időben ideje elkezdődött, és hát most ilyen pillanatban nyilvánvalóan
tartani fog minimum 2024-ig. Hogyha akkor mondjuk egy republikánus győzelem lesz, akkor visszamegyünk a 17-21 közötti aranykorszakig idézőjelbe, amikor hát a David Constein abszolút nyilvánosság előtt mindenre meg volt elégedve, az más kérdésre esetleg színfalak mögött nem. Hogyha nem, akkor megmarad adott esetben ez a fajta üzengetés, ami azt hiszem egyik félnek se jó. Hogy mit gondol, ezt a viszonyt csak ronthatja már a demokraták és a magyar kormány közötti viszonyt az a tény, hogy egy demokratákhoz köthető szervezetről derült ki, hogy több milliárddal támogatta a tavalyi választások idején a Márki-Zay féle ellenzéki mozgalmat? Igen, hát röviden nem használ. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem használ. És hát az is köztudott, hogy hát az amerikaiaknak időzőben más elképzeléseik voltak annak idején. Tehát most megint, hogyha a történelmre megyünk vissza, Mark Palmer és az amerikaiak egyértelműen egy SDS, Fidesz, akkor még liberális oldalon volt a Fidesz, és hát az SZDSZ-nek egyfajta ilyen ifjúsági vagy fiók szervezetének képzelték az amerikaiak, és amikor 94-ben a szakítás történt ezen a téren, akkor hát az amerikaiaknak ez a fajta váltás ez nem nagyon nyerte meg a tetszését. De nyilvánvalóan ezek a dolgok azért leülepednek, egymásra ülepednek az idők folyamán, és hát sajnos eljutottunk odáig, hogy valóban a párbeszéd ez meglehetősen nehézkes. Hozzá kell tenni különben azt, hogy mondjuk az egyik ilyen neurologikus pont Ukrajna. A Trump adminisztráció alatt az akkori amerikai államtitkár, aki felelős volt az eurázsiai ügyekért, Kurt Walker, aki Magyarországon is volt, és úgy beszél magyarul, mint ön meg én, vagy talán még jobban is. Ő leült a magyar külügyminiszterrel és az ukrán külügyminiszterrel, és egy tárgyalóasztalnál közvetített. Na most ez ilyen pillanatban már nem nagyon fordul elő, főleg úgy, hogy jelenleg a fékmérgező pozícióját ezt Viktor Nuland foglalja el, mint politikai igazgató, aki át köztudottan úgy gondolja, hogy a magyar kormánynak az Ukrajnával kapcsolatos politikája, akár az oroszokkal kapcsolatos politikája, az nem teljesen felel meg az amerikai érdekeknek. Ön szerint mit lehet, vagy hogyan lehet normalizálni ezt a viszonyt? Hát mindenképpen azt hiszem, hogy persze ez hosszú előkészítő tárgyalássorozathoz lenne köthető. Első körben a két külügyminiszternek kellene leülni, és adott esetben a végső soron az elnököknek is, illetve a miniszterelnöknek és az elnöknek. Na most ezek hosszú folyamatok, és nagyon sokszor az amerikaiak azt úgy interpretálják ezeket a találkozókat, hogy idézőjelben megjutalmaznak valakit, hogy fogadja az elnök a különböző keretek között, hogy most a rendszén fogadja, vagy a David, Camp Davidbe fogadja, vagy a Fehérházba, és a Fehérházba hol fogadja, és így tovább. Tehát egy ideális eset az lenne, hogy azért a két fél leül, és azért kiderülne feltetően, de hát ez egy folyamat vége lenne, hogy egyik fél sem a patás ördög. Látni kell azt, hogy most nagyon sokat beszéltünk a személyes kérdésekről, de itt az államrezón az, ami érdekes, tehát az államérdek. És az államérdekek azért nem teljesen átfedők. Szövetségesek vagyunk,
nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képviselünk, ugyanakkor kultúrkörnek vagyunk a tagjai, és így tovább, de azért azt hiszem, hogy ez abszolút triviális dolog, hogy Washingtonból nézve a kínai-magyar viszony, az orosz-magyar viszony, az ukrán-magyar viszony és egyéb viszony az más, mint Budapestről nézve. Tehát vannak különleges érdekek, el kellene ismerni, hogy itt bizonyos érdekek, akár létfontosságban ilyen a gondolt érdekek vannak, és mondjuk az amerikai szempontból kicsit túlzásnak tartom azt, hogy a kínai-magyar viszony, vagy az orosz-magyar viszonyt olyan döntőnek gondolják ezekben a relációkban. Nyilvánvalóan nem Magyarország az, amelyik az Európai Unió és Kína viszonyát meg fogja határozni, vagy az, hogy Kína mennyire tudja betenni a lábát az Európai Unióba, vagy nem teszi be. Jó, van ez a 16+1-es keret, de hát azért mindenki tudja, hogy a német és az egyéb vállalati érdekek, ilyen például Macron éppen Kínában van, azok felülírják a magyar érdekeket ebben az esetben, vagy pedig az oroszoknál. Az amerikaiak nyilvánvalóan elég hossz ideje sürgetik az energia diversifikációt, ami abszolút jogos. Viszont látni kell azt, hogy Magyarország most honnan tudjon diversifikálni, hogyha hosszú időn keresztül nem épült meg mondjuk a krüki a LNG áttározó, vagy pedig hát a Nabucco nem épült meg, és így tovább. Szóval vannak bizonyos geopolitikai, geostratégiai és geoökonomiai tényezők, amelyeket nem kell túldimenzionálni, mindenkinek megvan maga érdeke, és hát nyilvánvalóan érdekegyeztetés az, ami az államok közötti kapcsolatokat előre viszi, és hát azt hiszem, hogy alapvető stratégiai kérdések, tehát itt most, hogyha most a nyugatról beszélünk, és az atlanti együttműködés, és a NATO, és minden egyéb, itt azért alapvető kérdésekben nincsen ellentét, taktikai kérdésekben lehet, vagy ezekben a kérdésekben Magyarországnak fontosnak tűnhet, Amerikában meg nem fontos. Most, hogy említi ezt, ön szerint az amerikai külpolitikának a látóterében most hol van Magyarország? Gondolok itt Kelet-Európára. Ki fontos? Lengyelország, Románia, vagy mi már nem? Hát azt hiszem, hogy főleg, hogy itt előtérbe került a biztonságpolitika, hát olyan időket élünk. Magyarország háttép sorolódott, Lengyelország, Románia. Tehát Magyarország úgymond a radarképernyőn rajta volt a nyugat-balkáni válság alatt, 90-es években, amikor volt is egy ilyen mondás, hogy a NATO előlépett be Magyarország a NATO-ba, hiszen a Taszári logisztikai központ és az amerikaiaknak a jelenléte az megelőzte a Magyarország NATO csatlakozását. Akkor Magyarország fontos volt, mert Magyarország volt az egyetlen NATO ország, vagy előtte olyan ország, amelyik együttműködött a NATO-val, és közvetlenül határos volt a balkáni konfliktus zónával. Utal viszont Románia belépett, ott van Horvátország, Szlovénia, ott vannak a Nyugat-Balkánok, Albánia, stb. Tehát most már Magyarország Nyugat-Balkán szempontjából nem annyira fontos. Igaz, hogy magyarok a KFOR-a és az IFOR-ba vannak, de hát ez egy másodlagos kérdés. Az orosz-ukrán kérdésben nyilván van Lengyelország fontos, és Románia fontos a Fekete-tenger miatt, a Fekete-tengeri kikötő, a konstancai kikötő, vagy a Kogernacianu repülőtér és minden egyéb, sokkal több amerikai van a Romániába, vagy a Balkán. Lengyelek. A lengyeleknél nyilvánvalóan
A lengyelek mindig is 40 millió stratégiák sokkal fontosabb helyen helyet foglalnak el, mint Magyarország, vagy most a Baltiak fölértékelődtek az orosz dolog miatt, a Finnország fölértékelődött. Tehát Magyarországnak a helyi értéke nem nagyon magas jelen Értem. Pillanatban. Gazdaság. Ha beszélgetés vége felé rákanyarodunk, akkor ugye a globális minimumadó ügyében megszületett a megállapodás, ezt most kipipálhatjuk. Viszont ugye itt van az év végével lejáró kettős adóztatásról szóló törvénynek vagy rendelkezésnek a felmondása amerikai részről. Mennyiben volt ez politikai döntés? Hát feltétlenül politikai döntés volt, mert többek között a republikánusokkal szerezték, hogyha ők jönnek be, akkor ezt visszaállítják adott esetben. Tehát ez is egy ilyen amerikai belpolitikai hát harcnak az egyik leágazása. Ugyanolyan politikai döntés szerintem, vagy hát nyilván egy kicsit hatékonyabb, mint ez a demokrácia csúcsra meghívás, nem meghívás, ami... Nem kaptunk meghívást, ugye akkor viszont hogy az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy az egyik társrendező mondjuk Zambia volt, vagy tudom, szóval meghívott 120x országból, azért az ember nagyon megnézi, azért láttat elég sok országot, ahol kérdőjelezni a demokrácia. Igen, eléggé kétséges a demokrácia helyzete. Tehát ezek a demokrácia csúcs az inkább ilyen gesztusértékű, ez van vele több, mint gesztusértékű, de feltetően azért a gazdasági, mondjuk jelenlét, az amerikai gazdasági jelenetet nem nagyon fogja visszavetni ez. A magyar gazdasági jelenet Amerikában elhanyagolható, tehát itt túl sok vesztenivalónk nincs. Az amerikaiaknál pedig itt az elsőben ez a globális minimumadó volt az, ami érdekes, de hát úgy tudom, hogy megoldották, mert beleszámítják a helyi adót, meg minden egyebet, és akkor így... Igen. A másik pedig ugye az IRA törvény, ez a... Inflation Reduction Act, vagyis infláció ellenes küzdelembe csomagolták ezt bele, többféle, másfél évig ugye vitatták, még végre elfogadták tavaly. A lényeg az, hogy több pilléren áll, és ennek van egy energetikai és klímavédelmi része is, ami azt mondja, hogy az amerikaiak esetében, hogy amennyiben Észak-Amerikában gyártott elektromos autót vesz valaki, tehát Kanadában, az USA-ban és Mexikóban, akkor 7500 dollár adó jóváírást kap azonnal. Ez ugye azt jelenti, hogy az Amerikán kívül gyártott e-autók esetében versenyképtelenné válnak például az európai beszállítók. De gondolom, hogy ez lehet Kína ellenes lépés is, hiszen Kína is azért elég sok, illetve nagy mennyiségben gyárt elektromos autókat. Érintheti ez áttételesen a magyar gazdaságot, hiszen mi beszállítói vagyunk a legnagyobb német autógyártóknak? Elképzelhető, hogy érinti. Nem tudom, hogy mennyire függ ez azzal össze, hogy most itt az Európai Unió mégis megengedte a belső égési motoroknak a tovább gyártását 35 után, a német nyomásra állítólag. Tehát azért elképzelhető, hogy a németeknek egyfajta válasza ez az amerikai lépésre. Itt, hogyha most az amerikai oldalról nézem, akkor azt mondom, hogy folyamatosság van az amerikai gazdaságpolitikában. Ez a nézett patrióta gazdaságpolitika, tehát a cégeknek az alacsonyabb adóztatás, illetve a globális minimumadó, hogy ne tudjanak külföldön sokkal alacsonyabb adókkal kivinni tőkét Amerikából, ne érje meg nekik. Hát azért kíváncsi vagyok mondjuk az úgynevezett double Irish-t, azt, hogy fogják elintézni, hogy Írországban rengeteg mindent szerveztek ki, plusz az Írországból kiszerveztek tovább a Kajmán-szigetekre, és aztán volt olyan, hogy óriási vállalatok, nem akarom megnevezni őket, 0% adót fizettek végül, mert sikerült mindent eltüntetni. Optimalizálták. Optimalizálták, igen. Tehát, hogyha most közvetlenül nézem ezt, akkor azt mondom, hogy ez a belső égési motoroknak illetve a motorokkal működtetett autóknak a meghosszabbítás az évtizedes kifutás lesz.
És ez elképzelhető, hogy bizonyos mértékben válasz az amerikai hát diszkriminatív lépésre. Kihathat ez ránk? Ez kiadhat elvileg, főleg úgy, hogyha most azt mondjuk, hogy Magyarország nagyon erősen rááll erre az elektromos autógyártásra, illetve az alkatrészgyártásra, és hogyha mondjuk a BMW, mondjuk a debreceni gyára, nem véletlenül akarnak Debrecen mellé egy akkumulátorgyárat is csinálni, az elképzelhető, hogy azért a németeket ismerve nekik a bizonyos terveik vannak, hogy nem mondjuk a világ másik végéről kelljen mondjuk a akkumulátorokat szállítani a Debrecenbe gyártott kocsikhoz, kiadhat ilyen pillanatban. Nem lehet tudni, hogy mennyire, ugyanis azért, amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon gyártott autók, akkor nem tudom, hogy mennyi olyan autót gyártak Magyarországon, amelyik az amerikai szabványok szerint gyártódik, és mennyi az, ami hát mondjuk harmadik világban, vagy most nem tudom, hogy illik-e harmadik világról beszélni, a West and the Rest-ről beszéltek, tehát hogy nem európai és nem amerikai más piacokra gyártódnak ezek az autók. Közvetlen hatása szerintem nincsen, hát az, hogy 30-40 év van mi lesz, hát ez nagyon nehéz megjósolni. És jól mutatja a menekülési útvonalat is, hogy tavaly novemberben ugye már a BMW bejelentett egy 2 milliárd dolláros beruházást az Egyesült Államokban, méghozzá autóipari beruházást, tehát hogy akkor már ő szeretne ott a helyszínen lenni, hogyha a törvény ugye életbe lépett, akkor nehogy verseny hátrányba kerüljön. Magyarics Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!